Nekem életem főműve, hiszen gyerek, fiatal századosként lettem hadtörténész, és ez volt az első munkám, amit kaptam a mi nagy hadtörténész elődeimtől, hogy mikor oda kerültem, hogy öcsi, mi már megírtuk Magyarország felszabadításának a történetét Battonyától Nemesmedvesig, és most te légy szíves, írd már meg akkor a Kárpátok előterében folyt harcokat. Megdöbbentem, mert nem tudtam róla semmit. És csak orosz kiadványokat, tehát akkor szovjet kiadványokat lehetett erről olvasni és tudni. Nem nagyon lehetett még hozzájutni olyan irodalomhoz, amiből ezt tökéletesen össze lehetett volna állítani. De én úgy gondoltam, hogy én szatmári parasztgyerek vagyok, nem járnak túl az eszemen, én nem hagyom magam. Elkezdtem a levéltárba kutatni, 3 évig a hadtörténeti levéltárba, országos levéltárba, megyei levéltárakba, innen-onnan, ahonnan lehetett, összeállítottam azokat a kis apró mozaikokból álló képet, ahol kezdett kirajzolódni a keleti Kárpátok védelmi rendszere és az ott folytatott harcok. De amikor elkészült maga ez a vázlatos kép, még mindig nem tudtam, hogy hogyan működött, hogyan nézett ki ez az Árpád vonal. Ahhoz végig kellett járnom az egészet. És akkor elindultunk a keleti Kárpátokba. Hát bizony a 90-es évek elején, még ha Romániába beléptünk, akkor már ugye nagy szabadság volt, de minden tökéletesen úgy működött, mindig amikor bebevittek minket úgymond idegenforgalmi rendészeti ellenőrzésre, akkor mindig a Securitate papírjait használták és azokat töltötték még ki, bár már a szerei emberei, az új román titkos szolgálat emberei. Turistaként mentünk, hiszen először, amikor hivatalosan katonaként, hadtörténészként kértem, akkor elzárkóztak, hogy itt ilyen nincs, itt nem is volt, rossz helyen keresgélek, ide ne jöjjek. Így aztán turistaként jártuk végig. Ukrajnában nagyobb szerencsénk volt, ott egymással marakodtak a koncon, és senki nem figyelt arra, hogy két magyar katonatiszt végigjárja a keleti Kárpátok erődjeit, erődrendszerét. Az elején nézegették, hogy mit csinálunk, de miután ilyen rissz-rossz betondarabokat, beton bunkereket, építményeket kerestünk, és a mai katonai épületek, építmények, laktanyák nem izgattak minket, szabadon engedtek, és szabadon lehetett járni, jönni, menni. Lassan összeállt a kép, ez körülbelül olyan 10 esztendőmbe tellett. Mondják, hogy hú, öregem, micsoda kemény munka, a kutyafülét, fantasztikus, gyönyörű kirándulások, nagy élmény levéltári kutatásokban. Életem legszebb élménye volt, hogy ezt megírhattam, és megélhettem. 2002-ben jelent meg az Árpád vonal című könyvem, ezt 2-4-szer nyomták újra, úgyhogy ritka az a szakkönyv, amiből 8000 darabot eladnak egy országba, egy ilyen kis országba. Na, egy biztos, meggazdagodni nem lehet belőle. Annyira jó volt, hogy a további kutatásaimat tudtam folytatni, és készült a következő, meg a harmadik könyv. Összesen a negyedik nincs itt, mert nincs nekem se belőle. 4 olyan könyvecske jelent meg az Árpád vonalról, és ezekről a kutatásokról. Utoljára egy úti könyv készült, hiszen a napjainkban az Árpád vonal, a keleti Kárpátok építményeit, ha végignézegetjük, akkor az egy fantasztikus dolog. Egyre másra keresnek meg turisták, és keresnek meg utazási irodák, hogy hova menjenek, merre menjenek, mit nézzenek meg pontosan. És többé-kevésbé szakszerűen, kevésbé szakszerűen, de írnak róla rendületlenül. Most már magyarul is jelennek meg, németül, angolul, ezt lefordították angol nyelvre, ezt a könyvet. Lefordították flamand nyelvre, Utrechtbe jelent meg. Nagyon örültem neki, hogy még ilyenek is érdeklődnek. És kérem szépen, magyar katonák közül egyedül az én kis könyvemet olvassák a Sorbonne-on, Párizsba, az építőmérnöki karon, mint franciául. Hát a erdélyi katona földrajzi leírása nem izgatta őket, nem is kérték, csak azt a részt hadd fordítsák le, és azt tanulják, hogy hogyan épült és hogyan működött
az az erődrendszer, amelyik a második világháborúban a nagy ország erődítése csúcsa volt. 2002-ig, amíg ez a könyv meg nem jelent, addig nem is nagyon tudtunk róla. Hát miért nem tudtunk róla? Amikor első előadásomat tartottam, akkor mindjárt le is szólított egy úr, hogy jó, hát tudunk, lépjünk tovább, én is tudok mindent az Árpád vonalról. Hanem meglepett, végigjárta. Nem, miért kellett azt végigjárni? Hát az Árpádházi királyok vérvonaláról van szó. Nem arról van szó, nem az az Árpád vonal, ez egy erődrendszer. Tehát tulajdonképpen mi is ez az Árpád vonal? Akkor mindjárt meg is nézzük, hogy ez egy erődrendszer. A keleti Kárpátokban építették ki a második világháború alatt, hiszen 1939-től már folyt az a második világháború. És ami nagyon érdekes, nem én mondom, nem én állítom, mert lehet mondani, na én aztán mondok egy jó nagyot, hogy 1944. augusztus és október között három hadműveletben kísérletezett a Vörös Hadsereg az áttörésével, és tegyük hozzá, hogy sikertelenül. Miután nem sikerült azt a 30 kilométert megtenni, hogy áttörik és bejussanak a Kárpát-medencébe, kénytelenek voltak egy óriási 800 kilométeres nagy kitérőt tenni, és azért az anyagban, időben, mindenben óriási veszteség, hiszen ekkora tömeget mozgatni egy irányba, még ha nem is harcolnak velük szembe, nincs vasúti szállítás, minden fel van robbantva. Hát szekereken, teherautókon ellátni másfél millió ember, szinte lehetetlen feladat volt. Így aztán miután bejutottak a Kárpát-medencébe, Battonyánál elérték a magyar határ, sokan nem is értették, hogy hát most mi az, amikor Kurkstól eljutnak Magyarországig, a Kárpátokig annyi idő alatt, mint Battonyától eljutottak Pécelig. Hát ez óriási, ezt a picike kis szakaszt ilyen lassan teszik meg. Hát olyan jól harcoltak a magyar katonák válvetve a németekkel, a kutya fülét. Egyszerűen a szovjeteknek nem volt mivel lőni. Nem tudtak mivel lőni, így aztán sokszor az az óriási tömeg egy-egy szakasz, majd erről is beszélünk, hogyha lesz idő rá is érdekli a csapatot, a német és magyar, akkor már ilyen bombasztikus jelzőket és neveket adtak, hogy páncélromboló osztag. Na most ez egy rossz rozog a buszra, felültek, volt néhány, busz után kötöttek egy kis páncéltörő ágyút, volt náluk néhány kézi páncéltörő fegyver, néhány kézi gránát, és kérem szépen, ezek ellentámadást indítottak 20 ezer fős szovjet alakulatok ellen, egy-egy kis tűszúrás, és visszavonultak, mert nem volt mivel visszalőni. Erről nem nagyon tudunk, mert ugye a nagy szovjet leírások általában erről szólnak, és a nagy összefoglalók, hogy a mi csapataink, Krasznaja Armia, Unicstozsit, Parazsit, Pravlény, mindegy, gyönyörűen tudták ilyen bombasztikusan megsemmisíteni, törték, zúzták az ellenség védelmét, és akkor kiderült, hogy hát ez a nagy törés, zúzás, ez baromi sokáig tartott. Hiszen elsősorban nem azért, mert a szovjet katonák rosszul harcoltak, óriási harci tapasztalatokkal rendelkeztek, mire ideértek. Na de egyszer nem tudnak mivel lőni, hihetetlen sérülékenyek. És bizony a Kárpát-medencébe ez bekövetkezett. Románia átállását követően az Árpád vonalat ki kellett üríteni, hiszen elveszítette a jelentőségét. Az Árpád vonal. Íme. Hát a kék vonallal van bejelölve, előtte egy kicsivel pirossal és egy szaggatott vonallal, még a Hunyadi állás és a Szent László állás. Ezek, mindig mondják, hogy ez egy külön védelmi vonal, természetesen akik az országerődítéshez vagy az erődrendszerekhez nem igazán értenek, nekem én a fél életemet ebben éltem le. Így aztán higgyék el nekem, hogy az az Árpád vonal része. Hiszen a vonal az mindig egy hatalmas nagy erődrendszer, és az állások ennek a részei. Szovjetunió csapatai Vörös Hadsereg miután elég közel került már a Kárpátokhoz, és várható volt 1943-ban, hogy eléri a Kárpátok vonalát, mindent megtett a magyar hadvezetés, hogy az Árpád vonalnak mélységet adjon. Hiszen a Donkanyarnál, amikor a Donkanyarról beszéltünk,
akkor ugye szó volt arról, hogy egyetlen kis védelmi vonal, mélység nélkül. Na most ezt, ha szétszakítják, ha ezt átszakítják, áttörik, ettől kezdve már csak harccsoportok tudnak némi ellenállást kifejteni, és ők megtették, amit meg lehetett tenni, a lehetetlent tették meg. Itt nem bíztak semmit a véletlenre. Egy-egy irányba a védelem mélysége volt olyan, kettő helyen is, meghaladta a 100 kilométert. Na azért 100 kilométert áttörni, hát azért az nem egy egyszerű dolog. Nem beszélve arról, hogy hogyan is nézett ki, és milyen érdekesen alakult ez az egész védelmi rendszer. Hát már voltak aztán, ugye mondták, hogy hát nincsen róla semmi dokumentum, mert hát megsemmisítették, meg elégették, meg hú, igen. Hát egy érdekes dolog, ha én építek valamilyen erődrendszert, valamilyen titkos dolgot, amit nem szeretném, hogy az ellenség pontos, precíz tudomása legyen róla, arról mindent tudjon, akkor kénytelen vagyok konspirálni. Ez azt jelenti, hogy úgy megépíteni, hogy ne tudjon róla senki. Az volt a cél, hogy minél kevesebben tudjanak róla. Így aztán a hadtörténeti levéltárban, amikor az Árpád vonalra vonatkozó iratokat kerestem, akkor nagyon sok megsemmisítési jegyzőkönyvet találtam. Ilyet például a 32/1-es erőd század és a 9. erődítési kirendeltség parancsnokának jegyzőkönyve az építés során, a völgyzár építése során keletkezett iratok megsemmisítéséről. Mi egyöntetűen vagy egybehangzóan kijelentjük, hogy az alábbi felsorolt iratokat égetés útján megsemmisítettük. Egyes számú páncéltörő tüzelőállás, ennyi okirat. És kérem szépen, mit kezdek én ezzel? Hát azért azt mondhatnám, hogy na hát ez nem jelent nekem informát, nem a csodákat. Csak megnéztem, hogy hol írták alá. Már is tudtam, hogy hol van az a völgyzár, hova kell mennem, melyik faluba. Tehát ilyen apró információkból állt össze végül is az, hogy el tudtam indulni, végigjártam, végigfényképeztem, végigtérképezgettem ezt a területet. Egyetlen egy hely volt az erődítési parancsnokság, ahol volt az Árpád vonalról összefoglaló térkép, és hát minden okmányt ott gyűjtöttek. Hát azt az egy helyet nagyon erősen biztosították, egy hibája volt. A hadügyminisztérium, akkor ugye a honvédelmi minisztérium, most is honvédelmi minisztérium, mellett van most nemzetbiztonsági hivatalnak az épület, egy modern épület, ott volt az erődítési parancsnokság, bombatalálatot kapott a háború alatt, véletlenül. Nehogy nem az erődítési parancsnokságot akarták lebombázni, az is biztos. Bár sokan kérdezik, dehogy nem. A második világháború során az amerikaiak által ledobott bombáknak 2%-a esett a megjelölt cél 600 méteres körzetébe. Az összes többi össze-vissza. Ezért volt az, hogyha ki akartak emelni egy géppuska tüzelőállást valahonnan, akkor megindultak a liberátorok, meg megindultak ezek a hatalmas nagy gépek, és szőnyegbombázták. Mert nem tudtak pontosan, akkor még nem tudtak pontosan lőni. Hát nem tudtak még ilyen elektronikus navigációról, nem volt még GPS-ük, meg ilyesmi. Csak mindent vizuálisan. Ha látta akkor a célt, akkor el tudta találni. Ha nem, akkor kész. Így aztán a erődítési parancsnokság kiégett. Minden irat megsemmisült. Így aztán hát a konspiráció tökéletesen sikerült, még előlem is jól elrejtették, de nem fogtak ki rajtam, mert azért csak elindultam. A szovjet hadtörténet írás koncepciójába nem fért bele a II. Világháború után, tehát ezt nem elemezgették olyan hajde nagyon. Ennek ellenére a legtöbb információt, pontos információt mégis a szovjet leírásokból, szovjet újságokból, korabeli újságokból, és tegyük hozzá a nagy háború, a nagy honvédő háború történetéből lehetett összeszedni. Csak egyet kellett megnézni. Nem a magyar fordításból. Mert a magyar fordításban talán szeméremből, hogy jaj, mi nem is akartunk a szovjet elvtársak ellen semmi rosszat tenni, így aztán sajnos ugye a magyar fordításokból kimaradnak ezek, amikor a Vörös Hadsereg, tehát a harcairól a keleti Kárpátokban leírták azt például, hogy
A negyedik ukrán front támadását a negyedik napon le kellett állítani és biztonságos terepszakaszra visszavonni az első vonalbeli csapatokat, mert nem lehet átmenni a Kárpátokon. Ehelyett ugye a magyar fordításban ez szerepel. Hős csapataink törték, zúzták az ellenség védelmét, és a céloknak megfelelően a hadművelet végére kijutottak ilyen-ilyen olyan terepszakaszra. Hát ez nagyon izgalmas dolog volt, mert amikor megnézzük azt, hogy mi volt Sztálin parancsa a direktívában, hogy Ungvár, Munkács, Beregszász terepszakaszra jusson ki. Ehelyett van 354-es magassági pont, Kiskut, Kerekeske, Dombocska, mindegy, hogy milyen terepszakaszok. És ezek a megindulási terepszakasztól 4-11 kilométerrel hátrébb voltak. Tehát akkor nem biztos, hogy rossz irányba támadtak, hanem egyszerűen visszavonták az arcvonalat, mert nem értették, hogy mi működik itt a Kárpáton. Nem látnak semmit, de egyszerűen lehetetlen előre jutni. Aztán utána ezt tanulmányozták a későbbiek folyamán. Hát ma Románia és Ukrajna területén fekszik, az ottani történészek számára abszolút érdektelen, őket nem érdekli különösebben. Hál' Istennek a magyar turistákat egyre inkább tömegével mennek. Ezt felfedezik a ukrán fiatalok, az ukrán utazási irodák, nem kell, hogy magyar legyen, ezek úgy építik ki. Egy ukrán vállalkozó már egy egész szállodát épített egy völgyzárból, bunkerekből, berendezve, lehet benne aludni, múzeum van benne, géppisztolyok, rossz vaságyon, pokróccal takarózva, hát akinek gusztusa van, és ezért nem is keveset kell fizetni, és kérem szépen alsó kalocsán, ugye kolocseve ukránul, alsó kalocsán kérem szépen egy fantasztikus, ilyen különleges szállodát hoztak létre. Fotókat keresgéltem nagyon sokat, de aki megpróbált fényképezni, azt azonnal letartóztatta az akkori elhárítás, és eltüntették. Ennek ellenére mégis néhány érdekes fotó fennmaradt. A bal felső sarokban az annyira picike kép, hogy nem is nagyon lehetett le felnagyítani, hogy az a picike kép azt mondja, arról volt szó, hogy az Árpád vonalban készült. Na így nézett ki egy lövészárok. Véletlenül megmaradt, vagy véletlenül lefényképezte valaki, így néztek ki a lövész árkok, de bunkert azért ezen sem lehet látni, mert azért arra vigyáztak, de ezek a katonák védték. A védelmi rendszere viszont így nézett ki, ezt viszonylag könnyű beazonosítani, hogy hol helyezkedett el, ez az Olt szorosába, ez az Olt szorosába van, mégpedig azt mondja, hogy Tusnádfürdő felé, hogyha megyünk, akkor Sepsi, Bükszád és Tusnádfürdő között nincs már meg, de a fotó ott készült. Valamelyik helybeli lefényképezte, amint arra járt, de közelebb menni a védelmi építményekhez nem lehetett. Ezt is úgy adták elő, ez egy ukrán labban jelent meg, egy ukrán ilyen websájton jelent meg, egy számítógépes újságon, hogy építik az Árpád vonalat a munkások. Azért hozzá kell tenni, ezek bányászok. És nem az Árpád vonalat építik. Ezt is úgy adták közre, hogy fantasztikus, az Árpád vonal egy bunkere, magyar katonák vannak, és itt építik az Árpád vonalat. Ilyen építmény sehol nincsen az Árpád vonalban. Ez a cseh kiserődrendszer, csehszlovák kiserődrendszernek nem beazonosítható, hogy hol van pontosan, nem lehet megállapítani, de a cseh kiserődrendszernek a bontásán működött. Ezt az erődítési parancsnokságnak egyik volt tisztjétől kaptam, ők bontották a cseh kiserődrendszer, egy darabig utána úgy hagyták. Ez egy film kocka, valóban az Árpád vonalról készült, amint a katonák itt meneteltek vagy mentek. Egy biztos, hogy hol készült, azt nem nagyon lehet tudni, nem lehet beazonosítani, hiszen a terep teljesen egyforma mindenütt. Egy-két snitt csak, amit annak idején a cenzúra, a katonai cenzúra megengedett, hogy a magyar filmnézők a filmhíradóba bekerülhessen, hogy épül az Árpád vonal, és majd mi megállítunk itt mindenkit 1944-ben. Ezt is egy ott harcoló katonától vettük, vagy kaptam, hogy íme ők is ott harcoltak az Árpád vonalban, de hogy hol, ez a képről meg nem állapítható. Ez meg megint egy lengyel
újságban találtam. Árpád vonalat rohamozzák a katonák, nem az Árpád vonalat, hanem a Duklai hágónál, Duklánál éppen a csehszlovák, Ludvík Svoboda vezette csehszlovák hadtest katonái rohamoznak, de nem az Árpád vonalat. Ami nagyon érdekes, hogy a magyar hadtörténetírás leírásaiban találhatók ilyen jellegű vázlatok. Túlzottan elnagyogottak. Ez alapján ne induljon el senki, mert nem fog oda találni. De egy biztos, azért úgy nagyjából lehet látni, hogy hol húzódott a Hunyadi állás és a Szent László állás. És elsősorban itt jobb szélen a keleti Kárpátok előterében vívott harcokat elemző leírásokhoz készült ez a ábra. Hát talán a legszebb vázlat, ami nekem a legjobban tetszik, ez a orosz, tehát a szovjet felderítés, a 4. ukrán front felderítésének az adatai. Gőzük sem volt, hogy ez most ez nem egy összefüggő védelmi rendszer, de valamit jelenteni kellett Moszkvának, hogy miért a sikertelenség. Miért nem sikerült áttörni. Így aztán ugye 3 hadműveletben, és majd, hogy mi az a hadművelet, erre majd kitérek, mert nagyon érdekes. Most az az érdekes, hogy itt a sikertelenül próbálkoztak az áttöréssel. Egyetlen volt egy dolog volt az érdekes, hogy ezt nagy összefüggő rendszernek ábrázolták Grecskó marsalnak a Kárpátokon át című munkájában. Abban van a legtöbb és a legjobb, legérdekesebb leírás. Azt mondja, hogy ezen a szakaszon, ahol pirossal be van karikázva, ezt írja Grecskó a Kárpátokon át című munkájában, hogy az Árpád vonalon az ellenség csupán a 4. ukrán front szakaszán összesen 99 támpontot, 759 tartós vasbetonépítményt, 394 faföldelődöt, 439 nyílt tüzelőállás, 400 km futóárkot és lövészárkot létesített, 135 km hosszú harckocsi és gyalogság elleni akadályt, árkot, sáncfalat, torlasz, stb. Épített. Az ellenség kárpáti védelmének gyenge oldalához tartozott, hogy hiányoztak a reteszállások és az egyes fontos irányok közötti jelentős, meg nem erődített közbeeső szakaszok is, akadtak a fő hegygerincek, hegylánc, főhegylánc mentén. Hát nem tudta, hogy hogyan is működik maga ez az Árpád vonal, ezért aztán ugye ez kifogásolta, hogy nem volt összefüggő, csak az irányokat zárták le. Hát, ez néhány fotó, van nekem most már egy nagyon jó társam is, jobbra fönn a feleségem. Nagyon mondták is nekem annak idején, amikor mentem ki, hogy ó, maga nagyon jól házasodott. Hát miért? Hát szegény lány volt a felé. Nem azért, hogy magának elnézi azt, hogy állandóan utom van. Így aztán, ahogy a ketten nyugdíjasok lettünk, mert a kutatás nem maradt abban, a Székelyföld körkörös erődítésének néhány eleme még hátra van, de nagy lendülettel és lelkesedéssel jön velem, és azóta ő is na híve az Árpád vonalnak, bár az kezdetén nagyon utálta. Főleg arra amikor... az a medve, az nem vagy? Az egy medve. Igen, egy vén barlangi medve, igen. Hát az úgy történt, amikor először mentem, mert egy nagyon érdekes sztori volt, hogy Jász környékén, Romániába, akkor volt egy agyhártyagyulladás járvány. És hát minden orvosok is, meg a rádióban, tévében mondták, hogy aki teheti, ne utazzon arra. De mi már megvettük a jegyet is, és pont oda mentünk. De és ha már ott vagyunk, akkor már csak oda elmegyünk. És megígértük, hogy nem iszunk vizet. Nem, semmi vizet nem fogunk inni. Szomjan azért csak nem halunk. Eredmény az lett, hogy azt mondta, hogy nem szokott kikísérni a vonathoz, mert vonattal mentünk általában. És mondták, ha a Tamás meg a Jóska, másik barátom nem megy, nem lesznek ott, akkor te sem ész el egyedül. Ha nem lesznek ott, akkor nem indulok el. Hát érdekes volt, megyünk a vonat ablakából, már vigyorog a két fiú. Hát a feleségem lelombozódott, hogy hát akkor mégiscsak elmentek. És akkor kérdezte, hogy Tamás, hát neked mit mondott az asszonyod, hogy erre a nagy
agyhártyagyulladásos járványos területre mentek. Ó, az én feleségem azt mondta, mehetek nyugodtan, adóságot nem vagyok rá. A másik fiú, és Jóska, neked a feleséged mit mondott? Na, és akkor annyit mondott, hogy én nem kaphatom el, mert szervi hiányom van. Úgyhogy, na, lényeg az, hogy ilyen érdekes kis történetek, sztorik is előfordultak. Ebben az úti könyvben ezeket a sztorikat azért összegyűjtöttem. Tavaly karácsonykor jelent meg egy éve. Na, lényeg az, hogy a helyszínen kellett ezt végigjárni, nagyon izgalmas volt, hiszen elsősorban azért mondták, hogy katonai térképet, még ha 1943-as is, ne vigyek, mert abba beleköthetnek a elsősorban román hatóságok. Nagyon szeretnek kötekedni, főleg, hogyha hogy kiszúrják, hogy valami ilyen dolog lehet. Én kitaláltam egy nagyon jó adatfelvételezési módszert, akkor még nem volt GPS. Ma állandóan ezek a fiatalok azt kérik rajtam, hogy hát miért nem írom fel, meg írtam fel a GPS adatokat. Na gyerekek, hát nem volt GPS még akkor. Hát vicceljetek, mert mobiltelefon sem volt. Hát nem, ez még 90-es években volt, 90-es évek elején. És akkor azt mondja, hogy vettem a lányomtól egy, sokat törtem a fejemet, hogy csináljam, egy kis matek füzetet elloptam a gyerekektől, és akkor ezt megkerestem a Völgyzárnak a középső parancsnoki bunkerét, az mindig középen volt, általában azt berajzoltam középre, itt csak azért rajzoltam rá a vonalakat utólag már, hogy lehessen látni, és akkor bunker, óvóhely, parancsnoki bunker, tüzelőállás, és akkor ezeket szépen berajzoltam. Egy kocka 10 méter, négyzetrácsnak egy oldala 10 méter, és ettől kezdve viszonylag pontos adatokat kaptam. És itthon már rá tudtam vinni a térképre. Na de ezt nézték, a ilyen érdekes, agresszív megfigyelést folytattak a román kollégák, a román elhárítás. Ez az agresszív megfigyelés azt a célt szolgálta, hogy látványosan figyel, hogy elriasszon a további tevékenységtől. Na de mi nem, hogy elriasztott volna, biztonságban éreztük magunkat, hogy ott vannak. Mert akkor nem rabolnak ki, mert azért ők közbe lépnek. Ekkora nagy távcsővel, ott voltunk 10 méterre, és akkor így nézett. Nem látott semmit. De aztán ugye mi rajzolgattuk, fényképeztük, húztunk, mértünk, és akkor a végén az lett, hogy oda nem jöttek, hanem a határon. Busszal mentünk, megállították a buszt, kipakoltattak mindenkit, hogy azért ne legyen feltűnő, hogy csak kettőnket. Mindent kipakoltunk, hát sok szennyes ruha volt benne, semmi más. És akkor mondja, és a füzet? Ja, azt keres, hát a kis táskában van. Odaadtam neki a kis füzetet. Nézegeti, de nem volt se felirat, semmi nem volt benne, csak ilyen kockák voltak. Fekete, meg fehér kockák. Meg háromszögek. És akkor azt mondja, hogy ez mi? Társas játék, öregem, torpedó. Nem láttam még. Visszavágtasz, hogy nagy francok vagytok, menjetek. És attól kezdve nem figyeltek minket, tehát nem láttam. Mivel látták, hogy hát nem olyan jellegű, hogy na most mi mai katonai adatokat akarunk becsempészni. Nagyon sokat segített a felderítésben, vagy a felkeresésben azok a még élő parancsnokok, akik ott harcoltak és lerajzolgatták. Sajnos ez nagyon kevés volt, összesen kettő. Ez Kovács Ferenc egykori parancsnok helyettes vázlata az ojtozi Völgyzárról. Ez azért ilyen bonyolult, mert a harcokat is rávezette, tehát hogy hányszor, mikor, hogyan, hol támadtak. Maga a Völgyzár az csak ott van az a picike, amit mi is föltérképeztünk. Ezek már a különböző harcmenetek. Nagyon érdekes dolog volt. Na de ilyen hosszú felvezető már régen volt, ezért rövidebben fogom szó, hogy is nézett ki ez az Árpád vonal. 1938-41 között visszakerült a Felvidék egy jelentős része, Kárpátalját visszafoglaltuk, már ez a második bécsi döntéssel visszakerült a Észak-Erdély, majd 1941-ben Délvidéknek egy része. 39-ben, miután Kárpátalja visszakerül, ekkor lett Magyarországnak az 1000 éves határból visszakapott szakasza, határszakasza. Azonnal hozzákezdtek annak a megerősítéséhez is. Na de hát erődrendszert, országerődítést, határerődítést egyetlen egyet tudtak elképzelni, csak a Maginó vonalat.
hiszen a franciák azok nagy erődök, most is erődítenek, még mindig olyan dolgokat találnak ki, hogy na még. És akkor azt mondják, hogy a Maginot vonal, ez az etalon, ilyet kell nekünk is építeni. Hát a csehszlovák erődrendszer maradványait figyelembe véve elkezdték megépíteni a magyar Maginot vonalat a vereckei szorossal szemben. Ezt egy kis hegy alatt építették meg ezt az egészet, ezt Felsőgereben és Szarvasháza között. Két páncéltörő tüzelőállás, egy muníció bejárat volt és egy vészkijárat. Nagyon érdekes volt, hiszen a Kárpátalja visszatértével kezdték el ezt ugye építeni. 39-ben ugye Németország lerohanta Lengyelországot. Ebből az alkalomból kérték a magyar hadvezetést, hogy a német támadó csoportosítást jobb szárnyán a Kárpátokat zárják le magyar csapatok. Ekkor megint ez már jól jött, hiszen folytak már az építkezések, és ennek megfelelően ugye csapatokkal is ellátták az építkezést. Csak hát ugye Magyarország, a Szovjetunió és Németország közé került. Na most lehetett választani, hogy melyikhez csatlakozunk. Lehetett volna választani, de nem hagyták. Mi egyedül akartunk maradni, ezt meg nem lehetett. Így aztán ényszerű német szövetségben kezdjük a második világháborút. Na most, amint elkezdik építeni, pontosan úgy néz ki, mint a Maginot vonal. Fantasztikus nagy erős bejárat, azért a Maginot vonal az dizájnosabb, ez egy kicsit rusztikus. Hiszen arra már nem került sor, hogy ezeket ki is simítsák, ezeket megigazgassák, különböző más védelmi építményeket építsenek hozzá. Ez a bejárat, a muníció bejárat, itt kaptak helyet az ellátó pihenőhelyiségek, a gépház, áramfejlesztő, viszont ezt világítani kellett, sötétben nem lehetett bóklázni, gyertyá elhasználja az oxigént. És hát ugye nagyon érdekes volt, szellőző motorok sokaságát kellett beépíteni, mert hogyha ebbe a zárt rendszerbe elsütnek egy páncéltörő ágyút, ott megfulladnak az emberek a lőporgázoktól, amik visszaáramlanak. Az ellátó rendszer bejáratának a szellő, tehát az ellátó rendszernek a szellőző nyílásai. Hát ezt már azért többen pedzegették, mondogatták, hogy ahonnan kijön a levegő, ott bármit be lehet juttatni. Tehát sérülékeny egy ilyen védelmi rendszer. A tüzelőálláshoz ugye ezek az alagutak vezettek, de ezek sem biztonságosak tökéletesen. Ez a második egy alagút elágazás, itt lehetett a lőszert, tüzelőanyagot, élelmiszert is tárolni, tehát ilyen raktárak voltak. Most aki építette ezeket, ennek egy részét, Damó Elemér bácsi, ő még él, most már azt mondja, hogy 99 esztendős. Még jó, fizikailag már nem, de szellemileg még mindig rendkívül jó állapotban van. És hát ő adta nekem ezt a 6-os számú páncéltörő tüzelőállás alaprajzát, Vereckénél, ami elkészült. Hát ezt a második világháború után, mivel ezekben a páncéltörő ágyuknak ez úgy nézett ki, hogy egy-egy harckocsi tornyot építettek bele, hát ezeket ugye elvitték, mert ez a acél a háború után szükséges volt. Ellenben a szellőző nyílások ezek megmaradtak, lehet látni, hogy igen nagy mennyiségű levegőt kellett cserélni ezekbe. Na most, hogyha ez elromlott, akkor a bent lévőknek hihetetlen veszélyes volt a helyzete. De erre még nem is gondoltak, mert hát a franciák ezek nagyon kiszámolták. A franciák ezt pontosan tudták, hiszen a Maginot vonal az az etalon, így kell csinálni, mert... De akkor még a francia, még a Maginot vonal akkor megvolt. Hát, hogyha arra járunk, akkor némi konfetti vagy egy-két grivnya érdekében leviszik a fiatalok, a helyi srácok leviszik a fényképezőgép, mindent elkészítenek, mert mi nem férünk ott le, hát én azért nagyobb vagyok, mint egy gyerek. Így aztán a srácok mindent megcsinálnak, de ha oda megyünk, magyarul nem tudnak, de meglátnak egy magyar autót vagy magyar buszt, abban a pillanat bunker, 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 és már vezetik is oda, és nagyon élvezik, hogyha kapnak valami kis ajándékot. 1940 tavasza. A Maginot vonalat áttörték.
Nagyon sokan, ez egy érdekes toposz a történelemben, egyszer kitalálta és leírta egy neves történész, hogy a Maginó vonalat áttörték. Ezt követően ellenőrizetlenül veszik át, mert hát ugye hisznek a szavának, hát az a történész, ha egyszer leírta, az akkor úgy van, hogy a Maginó vonalat megkerülték. Na most, miután én ezt elkezdtem nézegetni, a Maginó vonalhoz csatlakozott a belgerőd rendszer. Hézag nincs. Ha meg akarták kerülni a Maginó vonalat, ahhoz át kellett törni a belga erődrendszert. Meg még a Maginó vonalat. Hát kinek van ennyi esze, hogy két erődrendszert törjön át? A Maginó vonalat Sedannal szembe áttörték. 41 percig tartott. Hihetetlen gyorsan ment. És a francia katonák a Maginó vonal többi erődrendszerébe csak tátott szájjal figyelték, hogy azt az egy pontot támadják a németek csak. És az sem szemből, hanem egyszerűen függőleges átkarolással. Fölhúztak vitorlázó repülőgépet, egy repülőgépeket, repülőgépbe egy-egy 8-10 fős rohamosztag, műszaki katonák, néhány két páncéltörő ágyúval, azt a Maginó vonal mögött szépen leszállították, majd fütyűrészve, hát azért nem fütyűrészve, de hátulról megközelítették a Maginó vonalat, egy-egy erődrendszerét, ez például a Fort Casso nevezetű kis gyalogsági erő, nem onnan szemből jöttek, hanem innen hátulról. Itt megbédították a két géppuskát, amelyik védte a bejáratot, majd utána bekopogtak, hogy kijöztök, vagy menjünk be. És akkor a franciák azonnal tudták, hogy jönni kell ki. És kérem szépen, két nagy tüzérségi erőt körletet, négy gyalogsági kis erődöt, és hát néhány muníció depót foglaltak el, és már lehetett is menni, és a Maginó vonal többi katonája pedig ott állt a helyet, oda nem ment egy német katona se. De ők már nem tudtak mit kezdeni. Hamar rá kellett jönni, hogy na, ezt elszúrtuk. Mert ez nem ér semmit. Mert igazából nem nagyon tudnak mit kezdeni. Hát 1939-ben, miután építjük mi a kis Maginó vonalunkat, a fejéhez kap gyorsan a magyar vezérkar, hogy hát nézzük már meg, ez nem lesz jó, ha mi építjük tovább ezt az Maginó vonalat, mert ha az 41 percig tartott, akkor a miénk az lesz, lehet, hogy 14 percig se fog. Akkor hagyjuk a csodába az egészet. Ki kell találni valami mást. Kiküldenek az akkori hadmérnököket a haditechnikai intézetből, hogy nézzék már meg. Paleta Géza, alezredes, ő Varról a második, odaírtam alá, Varró László százados és Mikes László főhadnagy, ők kapnak megbízást, hogy németek kíséretében nézzék meg a Maginó vonal erődrendszert. André Maginónak akkor azért nevezik el róla, mert ő volt a hadügyminiszter. És az első világháborúban nagy műszaki erődítés szakember volt, hozzá az ő nevéhez kötődik, itt az emlékművénél készült ez a kép, és elkezdik tanulmányozni. Érdekes tapasztalat, hogy Verdunnél az első világháborús erődöket modernizálták. Benne maradt a rendszerbe. Modernizálták. A modernizálás nem fejeződött be. Ahol modernizálták és a föld alá vitték a tűzgépeket és a gyalogságot, az annak vége volt. De ahol nem sikerült befejezni a modernizálást, és sima lövészárkokba harcoltak a francia katonák, hát a németek meg se tudták közelíteni. Mert ott azonnal volt lehetőség visszavágásra. És a francia ellentámadások sikeresek voltak. Hát így aztán rá kellett jönni, hogy ez nem igazán jó. Következő tapasztalata. A németek a jól felszerelt erődöket ugye nem arcból, hanem függőleges átkarolással kerülték meg, és a sérülékenyebb bejáratot támadták. A nagy tűzgépek, ágyuk, nehéz géppuskák számára beton építményeket nem szabad építeni, mert ez néhány fős rohamosztag elfoglalja. A belga erődrendszernél azt azért a németek építették, a belga erődrendszernél az Albert csatorna mentén volt beépítve egy ágyú, egy páncéltörő ágyú. Ha megpróbált valaki a igen mély Albert csatornán átkelni, akkor ez az ágyú az mindent ki tudott onnan lőni.
Na most a németek megtalálták az egyetlen sérülékeny pontját, ezt az ágyút kell kiiktatni. Se felülről, se lentről, se oldalról nem lehetett hozzáférni. Akkor egy német katona, fegyver nélkül, egy hátizsákkal, abba féltéglákkal, lemászott szépen úgy, hogy fedésbe volt, tehát nem nagyon tudták megtámadni, vagy nem látták. Lemászott a löveg alá, és kérem szépen, amikor a löveget megemelték, egy kicsit alátett egy féltéglát. Akkor azt mozgatták jobbra-balra, nem ment. Akkor megint följebb húzták egy kicsit, megint tette alá egy darabot. Most ennek az lett a vége, hogy fölfelé tudott lőni a tégláktól ez a löveg, és az Albert csatornára leszálltak a németek, szépen átkeltek, és már is el tudták foglalni a belga erődrendszert. Ilyen egyszerű, apró trükkökkel ezt a óriási pénzbe kerülő hatalmas építményeket semlegesíteni lehetett. Tapasztalat. A védelmi építmények a közepes tüzérség a 150 mm-es volt, közvetlen találata ellen építették, tehát a 150 mm-es ágyukkal, ha lőtték, akkor egy ilyen kis darabot kivágott belőle, egy tenyérnyit. Tehát ilyet kell nekünk is építeni, ami a 150 mm-es tüzérségnek elegendő. A harckocsik ellen hiába építettek hatalmas nagy beton bármiket, nem nagyon ért semmit, ott balra fent ez volt a leghatékonyabb. Ez megállította a harckocsikat, de csak akkor, hogyha ezt folyamatosan tűzzel tudták tartani. Ez viszonylag ez a V-járok kevés energiába kerül, könnyen meg lehet építeni. Nem kell már a háború előtt megépíteni, néhány nap alatt ki lehetett ásni munkagépekkel, és kitűnően védelmet tudott a harckocsik ellen működni. Ahol csak tábori erődítési építmények voltak, tehát lövészárkok voltak, az volt a leghatékonyabb a Maginó vonalban. Az összes betonépítmény túrót sem ért. De már Magyarországon, amikor építik a Maginó vonalat, a Magyar Haditechnikai Intézetben vannak a Maginó vonalnak ellenérző, tehát a Maginó vonal ellen agitáló hadmérnökök. Például Hárosi Haszala cseh volt. A szülei csehek voltak, az osztrák-magyar monarchiába került Magyarországra, és itt voltak, vasutas volt az édesapja. És hát így került Magyarországra, ő ugye katona lett, hadmérnök lett, és azt mondja, hogy a folyó háborúban, tehát a Maginó vonalnak is az a baja, hogy nem haditechnikai okai vannak, az elméleti megközelítés rossz. Mert jók azok a bunkerek, de maga az elmélet, hogy bebújva a föld alá, meg lehet állítani az ellenséget, ezt nem lehet. Mert csak védelemre épített erődrendszert nem tudja a háborút megnyerni, nem lehet. Tehát egyetlen egy dolog, olyan védelmet kell létrehozni, amiben folyamatos támadás van. Tehát olyan védelmi rendszert kell építeni, ahol nem védekezek, hanem állandóan támadok. Na de hát hogy lehet ezt megoldani? Na most hát ő is Fili bácsinak nevezték, mert hiszen elég idős volt még. A háború után a Műszaki Egyetemen ő volt a hadmérnöki karnak a tanszék vezetője, és egészen a 70-es évek elejéig tanított az öreg. Farkasréti temetőben van a sírja. 40 őszén Hárosi Teofil vezetésével elkészült az összefüggő erődrendszer terve, ami most már ugye egy rendszerbe foglalta a keleti Kárpátok teljes területének az erődítését, ekkor jelenik meg hivatalosan az Árpád vonal elnevezés. Na, addig valami erődítések voltak, de most már egy összefüggő magyar Maginó vonal, nem Maginó vonal, egy teljesen új. Az erődítészetben és az erőd építésedben, ezért tetszett a franciáknak, hogy az erőd építésnek a Maginó vonalon túlmutató védelmi rendszer egyedülálló a hadviselésben, ilyen nincsen, máshol nem tapasztaltak. És kérem szépen, a védelmi harc a védők sorozatos ellentámadásaira és meglepő manővereire kell, hogy épüljön. Második bécsi döntés 1940. Észak-Erdély visszatér, már nem csak a Kárpátalja négy átjárója, hanem igen nagy területen kell védekezni. De a katonának nem úgy kell
gondolkodnia, hogy meg hát a politikának sem, hogy na most csak ez Magyarországhoz, ez tartozik, az Észak-Erdély, meg a Kárpátalja, de mi lesz a Dél-Erdéllyel, hát arról most nem beszél, de kell, előre kell gondolni. Az elképzelés és az Árpád vonal is arról szól, hogy az Uzsoki hágótól egészen a Vulkán hágói, tehát az összes, tehát a déli Kárpátokat is meg kell erődíteni. Mert ettől kezdve a Kárpát-medence olyan védetté válhat, tehát úgy lehet védeni, hogy egyszerűen ezt nem lehet megkerülni, csak körbe lehet járni. Egyetlen egy elmélet az, amit nagyon nehéz megoldani. Azt mondja, hogy mondja a Hárosi Teofil, hogy a túlerővel támadó ellenség ellátó rendszerét kell megbénítani. Nem leállni, és na most az óriási tömeget tegyük hozzá, nem a Vörös Hadsereg hatalmas, tehát nagy általános támadása ellen épült, Románia ellen. Azért készült, hogy visszafoglaljuk majd Dél-Erdélyt. De ahhoz, hogy Dél-Erdélyt visszafoglaljuk, ahhoz Észak-Erdélyben, a keleti Kárpátokban védekezni kell, mert északon is Románia van. Tehát egy délfelé induló támadást észak felől bekerítenek a románok. Nem lehet csak úgyni. Ezért el kell készíteni egy nagy védelmi rendszert. Románia ellen készült, nem a szovjetek ellen. De még a Vörös Hadsereg óriási nagy átfogó támadásának is ellen tudott állni ideig, óráig. Nincs áttörhetetlen védelmi rendszer, a szovjetek előbb-utóbb megtalálták volna a módját, hogy hogyan törjék át. Ez 3 hónapig nem sikerült, és mivel nem sikerült, ezért aztán egy másik megoldást választottak, elindultak délfelől egy hatalmas nagy 800 kilométeres megkerülésre. De ha átjönnek, ez csak 30 kilométer. Időben, anyagban, mindenben sokkal olcsóbb, egyszerűbb átjönni. De nem találták meg a védelem leküzdésének a módját. Nem tudták, hogyan lehet átjönni rajta. És sokszor mindig, akik nem értenek hozzá, de nagy történészek mondják, hogyan már öcsém, itt foglalkozol vele, hát megkerülték. Aki ért hozzá az erődítéset, és azért én beleástam magam, én azért erődítési szakembernek érzem magam, meg vallom magam, hiszen a fél életem erről szólt. Egy erődrendszernek az a legnagyobb dicséret, amikor azt mondják, hogy megkerülték. Mert egyébként azért építik oda, mert ez a legegyszerűbb jár. Ha megkerülik, az iszonyú pénzbe, iszonyú költségbe, iszonyú veszteségbe kerül. Azért ideépítik, hogy menjenek, kerüljék meg. Ha valakinek muszáj megkerülni, akkor hadd menjen. De hogy ne legyen megkerülhető egy erődrendszer, na ilyen nincsen. Minden erődrendszert meg lehet kerülni, de egy erődrendszert általában nem megkerülni szoktak, hanem áttörni. Hiszen azért építik meg, mert azért építik a legrövidebb utakra, hogy azon könnyen át tudjanak majd, vagy mert az ellenség egyébként itt fog jönni. Az ellenséget másik irányba kell kényszeríteni. Na, az erődrendszernek mindig ez a feladata. Most ettől kezdve, ha azt mondom, hogy az Árpád vonalat megkerülték, akkor azt mondom, ez a világ legjobb erődrendszere. Az egyetlen erődrendszer, amelyet nem törtek át, csak megkerültek. Mert kénytelenek voltak megkerülni. De vissza az előzőhöz. Ez egy nagyon jó kép, ilyet nagyon nehezen lehet találni bárhol is. Kérem szépen, az előbb azt mondtam, hogy 3 hadművelet. Egy hadműveletet 20 napra terveznek. Általában 2 front vesz benne részt, az körülbelül 600 ezer ember. 2 irányból indítanak egy nagy támadást, 80-100-120 kilométeres tereptől függően, hajtanak végre egy nagy harapást az arcvonalból. Az ott lévő ellenséget bekerítik, fegyverletételre kényszerítik, vagy megsemmisítik, és utána ott védelembe mennek át. Azért 20 napra tervezik, mert a óriási szovjet hadipar sem volt képes arra, hogy egyszerre a 1500 kilométeres arcvonal minden egyes katonájának minden napra lőszert adjon. 20 napra volt, ezért jelenik meg az, hogy hadművelet. 20 napra lehet lőszert, tüzérségi lőszert előkészíteni, és azt utána szállítani. Ahhoz, hogy ez menjen, ilyen depókba kell lerakodni, ilyen raktárakba a tüzérségi lőszer. Én mindig, mikor gyerekeknek tartok előadást, akkor mindig kiszámoltatom velük, mert azért ez így hamarabb megértik, hogy ott van a keleti Kárpátokban, akik végrehajtották a 4. ukrán front, és az 1. ukrán frontnak a balszárnya,
hajtotta végre ezt az átkaroló manővert az Árpád vonal ellen. Indította ezt a hadműveletet. A cél Ungvár, Munkács, Beregszász vonalára kijutni, ott megállni, várni a következő feltöltést, a következő 20 napi feltöltést, és utána jutnak ki majd, vagy az Alföldre, mennek tovább az Alföldre. Na most ez egyik sem sikerült. Azt mondja, hogy 300 ezer embernek csak reggelit adjunk. Ez nem 20 deka szalonna, azért az kevés, igaz? Legyen 30-40 deka szalonna, fél kiló kenyér, kis mahorka, kis vodka, meg minden, amire szükség van, csak reggelihez, tehát amit kiosztanak, akkor ha ezt kiszámoljuk a 300 ezer emberre, ez 11 vasúti szerelvény. De még nem lőttek. Ahhoz, hogy 100 ezer főt el lehessen látni biztonságosan 360 kilométeres távolságból, ahhoz szükség van két vasútvonalra. Egyik megy állandóan oda, a másik vissza. Ekkor lehet ellátni 100 ezer embert. Itt van 300 ezer ember. Kellett volna, hogy biztonságosan ellássák, kell 6 vasútvonal. Hány volt itt? Egy se. Mert ugye ami volt, azt felrobbantották. Na most ettől kezdve lehetetlen átkelni a Kárpátokon. Egy óriási tömeghadsereg abban az esetben, ha nincsen folyamatosan ellátása, nincsen megfelelő muníciója, abban az esetben hihetetlen sérülékeny volt. Abban a pillanatban azt egy viszonylag kicsi, jól felszerelt kicsi csoportosítás, csapat meg tudja semmisíteni. Százezreket meg tud semmisíteni 300 ember, hogyha azt úgy van elhelyezve. De ahhoz nem síkvidék kell, hanem kell a keleti Kárpátok. Hiszen a keleti Kárpátok rendszere rendkívül érdekes dolog. A keleti Kárpátoknak a völgyei észak-dél irányba futnak. És hogyha valaki át akar kelni a Kárpátokon, akkor megmászik egy hegyet, és azt mondja, hogy nem az évezredek óta használt átjárót használom, hanem úgy toronyeránt. Akkor az első nap megmászik egy 1000 méternél magasabb hegyet, estére leereszkedik, utána másnap egy másik hegyet, de még van 90. Most ettől kezdve ezt még turista sem tudja megtenni. Tehát iszonyú nehéz, hogyha erre nem készülnek fel, és nem tud magával vinni harckocsit, nem tud magával vinni tüzérséget, de még lőszert se, még élelmiszert se, hogy az elegendő legyen 90 napra, ha gyalog megy. Tehát hihetetlen nehéz átkelni csak úgyni a Kárpátokon, ráadásul a harmadik hegy után gőze sincs, hogy merre van. Így aztán, és nem talál élelmet. A völgyzárakat úgy kellett megépíteni, hogy az védjen az ellenséges gyalogság lerohanása és a közepes 150 mm-es tüzérség találata ellen. Ezt a Maginot vonalból vették. Ha 150 mm-es lövedék találata ellen véd, akkor nem a tűzgépek, nem az ágyuk, a géppuskáknak kell fedezéket építeni az embernek. Az embereket kell életbe tartani, mert az emberek fognak folyamatosan ellentámadást indítani. De őket ott kell életbe tartani minél tovább. Tehát, ha az ellenséges tüzérség lő, vagy bejött be a bunkerbe. Volt ajtaja, mert majd mutatok, 15 milliméteres ajtója volt, azt bezárta, ott robbanhatott a gránát a környéken, bármi. Ezek ott vígan el voltak benne. Ha teli találatot kapott, egy darabot kivágott belőle, de még mindig semmi nem történt. Olyan erős vasalást raktak bele, hogyha egy gránát eltalálta, az egészet szétrázta volna, ha folyamatosan lövik, hiszen ezt kikísérletezték. A kísérleti pálya, ahol ezt szétlőtték, Várpalotán a mai napig megvan a tüzérlőtéren. Ilyen félkörívbe felépítve, nagyon érdekes. Na, és lényeg az, hogy ezt a katonákat életben kell tartani. Hát nagyon érdekes dolog volt. Miután ezeket ugye elkészítették, hogy na, most már készül az Árpád vonal, ilyen építményeket kell beleépíteni, megvan az elv, amit Hárosi Teofil mondott, hogy az a legfontosabb dolog, hogy az elméletet, új elméletet kell kidolgozni. És ez az új elmélet az, hogy az ellenségről le kell választani a muníciót, és utána a lőszer nélkül maradt ellenség ellen folyamatos támadást kell indítani. És ettől kezdve már működik a dolog. Molnár Pál artábornagy 41-re jelenik meg az erődítési parancsnokság,
hiszen immáron az egységes elképzelést meg lehet valósítani. Nagyon érdekes, sok ilyen fiatal embernek a képét tudnám ide rakni. Itt azért vettem ide, mert Tolnai György főhadnagy, ő építette a Felső Színevérnél épült rendkívül ötletes völgyzárat. Ezekre a fiatal emberekre bízták, és azt mondták, gyerekem, itt kell lezárni a völgyet, engedd el a fantáziádat, és találjátok ki, hogy hogy kell. Minden völgyzár más és más. Mindegyik hihetetlenül ügyesen van a terephez igazítva. És az volt a cél, hogy az ellenség ebből semmit ne lásson. Tehát annyira jól kell álcázni, ez a legfontosabb. Tolnai György főhadnagy, Tolnai Klárinak a bátyja, a színésznőnek a bátyja. Ő nevelte a húgát is, hiszen fiatalon egyedül maradtak, tehát a húgának is ő volt az eltartója. Hasonlít is hozzá egy kicsit. Bardóczi Ferenc vezérőrnagy, a Honvéd vezérkar hadműveleti csoportfőnöke ebben az időben, ő volt az, aki irányította az egész építményt, tehát az építkezés a vezérkar részéről. Ő volt, aki szemlélte folyamatosan. Járta a Kárpátokat, járt völgyzárról völgyzárra, neki jelentettek, hát ő volt az a szakember, aki ehhez értett, és a hadművelet, tehát a hadászati szempontból ő egyeztette az irányokat, hogyan kell lezárni, mert a műszakiak azok meg építették, tudták, hogy mit kell megépíteni. Ezek már az én katonáim, akik itt vannak. Én minden nyáron, amíg a Nemzetvédelmi Egyetemen tanítottam, minden évben kivittem magammal 10 fiút. És végigjártuk egy-egy szakaszt, egy-egy völgyzárat. Itt itt meg lehet nézni, itt fönt vagyunk a Magyarós hegyen. Ha ezt megnéztük, onnan még azt mondja, hogy 60 kilométer kell menni, amíg kijutunk a síkvidékre. Tehát azért az nem egyszerű dolog ezen keresztül támadni. És nincs út. Semmi nincs, tehát amint lehetne menni. Csak a völgyekben, vagy pedig a hágókon keresztül lehetett menni, az évszázadok óta használt átjárókat lehetett használni, azokat kellett lezárni. Hát egy nagyon érdekes dolog, ez a belső védelme, ez az alsó piros karikákból áll. Azt mondja, Fegyvesvölgy és Volóc között 47 kilométer van. Hanem, és ott nem tesznek semmit. Tehát oda nem épül semmi. Miért? Mert az elképzelés a következő. Jön az ellenség, a völgyben jön, mert csak ott tudja hozni a muníciót. Amint beleütközik a völgyzárba, ez mindig egy-egy erőt század, akkor ugye megyünk tovább. Ez egy-egy erőt század, tehát ez így néz ki. Ezek ott bunkerek és lövészárkok. Amint beleütközik, megállítják. Hiszen tüzet kap. Akkor megpróbálja elfoglalni. Egy roham nem sikerül, hozzák előre a tüzérséget, lőjétek. Tüzérség lövi, megkísérli újra elfoglalni, megint nem megy. Most a szovjet is a korabeli harcászat szerint, nem a tömegharcászat szerint, nem szabad megállni, mert leáll a támadás. Azonnal jobbról, balról meg kell kezdeni az átkarolást. Átkarolják, nincs tűz. Még átkarol, nincs tűz, nem lő senki. Hát még ilyen védelme, tehát itt van csak. Átkarolják, visszamennek az útra, a gyalogság özönlik, és a gyalogság visszamegy az útra és megy. 2 kilométer után kap egy sorozatot. Szétbontakoznak, azonnal tűzzel válaszolnak. Megint mennek, próbálnak összezárkózni, megint tüzet kapnak, megint nagy tűzzel válaszolnak. 20 kilométer után, miután már lőni kellene, megint beleütköznek egy völgyzárba. Ez a völgyzárnak a második eleme, egy határvadász zászlóalj, de a muníció még ott van 20 kilométerrel hátrébb. Ebbe beleütköznek, és innen megint tüzet kapnak. Na megint, tüzérség. Na az nincs. Hoppá, minket meg tüzérséggel lőnek. Na akkor roham. Nincs lőszer. Na ekkor most mit csináljunk? Spuri vissza. Na ekkor viszont a határvadász zászlóalj megindítja a támadást, és a lőszer nélkül maradtakat kisöprik. Körösmezőnél, ami ez a völgyzár van, ezért azt jártam végig, hiszen itt harcolták a legtovább, azt mondja, hogy Körösmezőnél a 17. gárdalövész hadtest, gárda, tehát nem szedett vetett akármi, hanem a legjobb, elit szovjet alakulat. 17. gárdalövész hadtestet a 8. határvadász zászlóalj, ők Békés Csabaiak. 48-szor söpörte ki 3 hét alatt.
tehát 3 hét alatt. És egy gárdalövész hadtest az 1600 fős zászlóaljjal nem bírt. Mert a zászlóaljnak hegyi vadászászlóalj, tehát hegyi határvadászászlóalj, neki összvérei vannak. Neki hegyi felszerelése van. Ő úgy manőverezik a hegyek között, ahogy éppen tud. A szovjeteknek meg teherautóik vannak. De hol? Kint a Tatárhágó túloldalán. Át nem tudják hozni. A muníció, a lőszer, minden ott van. És akkor itt van ez az óriási tömeg, ami eddig végig söpörte a Wehrmachtot a hatalmas nagy Alföldön, most beleütközik a Kárpátokba és ilyen kis csutvasz kis egységekbe, és nem tud vele mit kezdeni. Ez volt a zsenialitása ennek az Árpád vonalnak. Minden járművek által járható utat, ez szerencsére nem robbant fel, de ellátták, aláaknázták, és ugye felrobbantották a járható utakat. Na most ilyenkor a félhegy oldal leomlik. Na most ettől kezdve ott jármű sem megy el sehol. Harckocsik ellen falakat építettek, mert egy-egy erőt százal, ami 170-200 emberből állt, olyan helyen helyezték el, ahol olyan helyen állították fel, ahol ne tudják lerohanni. Tehát megy a támadás, megy a roham, nem működik. Harckocsik ellen aknamezőket építettek, harckocsi árkokat építettek, harckocsi akasztó gúlasorokat, a folyómedreket, amelyek harckocsival járható, azt is lebetonozták, ez Volócnál a Vecsapatak völgyében készül. Körösmezőnél. A lényege az volt, hogy ha onnan rohant föl a katona, szovjet katona, a magyar katonának nem volt szabad rálőni, hogy kiáll és akkor sorozza őket. Hadd jöjjön. Hiszen meredek oldalon kell neki fölmászni. Hadd jöjjön. Amikor elég közel értek, csak egy kézigránát. És már is összeomlott a támadás. Ezeket meg aztán lehetett lőni minden további nélkül tüzérséggel. A életbe kellett tartani a katonákat. Egy szakasz támpont. Ezt már láttuk. Nem volt szellőző nyílása ezeknek a bunkereknek, hiszen nem olyan volt, mint a Maginó vonal. Hogy na, ezt akkor bezárkózom, és akkor a lőrésen keresztül lövök, hatalmas nagy tűzgépek. Itt csak gyalogság volt. Nem is volt szükség másra, hiszen folyamatos ellentámadás. Egyetlen egy bunkernak az ajtaja maradt meg, amit meghagyta, és ezt le tudtuk fényképezni, hogy milyen vastag volt. És azért mondtam a Nagy Tamásnak, hogy tegye oda az ujját, hogy milyen vastag. Mert az elején ugye fényképezgettünk, amikor az első utamról visszajöttem, akkor nem tudtuk megállapítani, hogy hát igen, lefényképeztük, de mekkora, hány centi az? Te emlékszel, hány centi lehetett az? És akkor ilyen apróságokra figyelni kellett, hogy mindig kell mellé tenni, ha más nem egy gyufás dobozt, hogy tudjam, hogy mekkora. Mert azért azt úgy megértük. Ezekből a bunkerből, ahogy kirohant, a tüzérségi tűz abba maradt, kirohant, akkor jön a gyalogsági támadás. Most tessék megnézni, amíg innen följön, kiköpi a tüdejét. Tehát rohammal nem lehetett elfoglalni ezeket a bunkereket. A parancsnoki bunker mindig középen volt. Úgy, hogy tudja vezetni. A parancsnoki bunkert könnyű volt megtalálni, mert a bunkeren mindig van egy vastag cső a periszkóp számára. Hiszen a támadás alatt a parancsnoknak folyamatosan az egész előteret látnia kellett, így aztán azt mindig látta. A völgyzár hátát mindig előről voltak páncéltörő tüzelőállások, előről voltak harckocsi akasztó gúlasor, aknamező, hátul már nem. Mert a hegyeken a harckocsik nem tudnak keresztül menni. Ha itt keresztül jönnek, akkor meg már mindegy. Akkor már hátulra nem kell. Ezért hátulról csak géppuskákkal fedezték. Ezek a völgyzár hátában lévő géppuska tüzelőállásokon volt csak lőrés. Mert ezek gyalogsági tűzre számíthattak. Hát a védelmi harc tapasztalatai. Ugye a román átállást követően nagyon érdekes volt, hogy a völgyzár mögé kerültek. A Kárpátalja völgyzárai, itt, ami be van kerítve, Körösmező, Rahó idő, ez volt az egyetlen, amit már 1944. augusztusában elértek a szovjetek. Az összes többit
kint még az előfelvételi álláson, a Hunyadi álláson, hogy mély legyen, azért építették ki, hogy mély legyen a védelme, el sem érték az Árpád vonalat. Nem jutottak el odáig, hiszen a Kárpátok előhegyeiben kiépített helységtámpontok pontosan ugyanígy működtek. Itt az úton ne gyere pajtás, körbe menjél nyugodtan, lőd el a lőszeredet, arról mi gondoskodunk, de utána majd úgyis visszajössz. Mert az összes lőszered, meg harckocsid, meg ágyud, minden itt fog maradni. Ennek aztán ugye olyan érdekes volt, hogy a szovjetek rendkívül fontosnak tartották. Ez a Vajennő Inzsinyérné Zsurnál, ez a orosz, tehát a szovjet hadmérnöki folyóirat, 1945. 5.-6. összevont számában egy nagy hosszú cikket közölnek az Árpád vonalról. Még gyakorlatilag még folyik a háború. Hiszen amikor nem sikerült az Árpád vonalat áttörni, akkor a legfelsőbb főhadiszállás kiküldött egy bizottságot, hogy vizsgálja meg. Mi az oka, hogy ezt nem tudták? Mi az oka ennek a sikertelenségnek? Hát, hogyha a szovjetek ekkora figyelmet fordítottak erre az erődrendszerre, akkor ennek tényleg komolynak kellett lenni. Tehát nem csak én beszélek a levegőbe, hogy ez milyen zseniális dolog volt. Kérem szépen, ezek a kapitányok, akik ezt megvizsgálták, ugye elkészítették. Ez egy védelmi csomópont, egy védelmi állás, berajzolták a bunkereket, a lövészárkokat. Hát ez olyan, amilyeneket én magam találtam, hiszen ők is végigjárták. Ez a Körösmezői völgyzár, bal szárnya, itt folyik a Tisza, és ugye rárajzoltam oda, hogy azt csinálták a szovjetek, és pontosan illik. De a másik oldalát nem nézték meg, a Tiszának a másik oldalán lévő támpontot, azt meg én rakosgattam össze. Azt mondja, hogy a figyelőpont. Figyelőpont hogyan is néz ki? Ilyen rengeteget lehet találni, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy hátrafelé mindig lásson. Tehát a katonáknak mindenütt kell látni, akkor is, amikor az ellenséges tüzérség lő, a katonának figyelnie kell, már pedig ha be van zárva, akkor nem igazán lát. Azt mondja, hogy tüzérségi tüzelőállások. Az, amit ők lerajzoltak, azok ide vannak. Hát sok minden nem látszik belőle, csak ha az ember ott végigjárkálja, de ezek alapján, a szovjet leírások alapján tudtam ezt végigjárni. Azt mondja, nyílt tüzelőállás, ágyú löveg számára. Rendkívül fontos volt, hogy a páncéltörő ágyú az tudjon lőni. És mindig mondták, hogy öcsém, az volt a baj, hogy kicsik voltak az ágyuk. Hát nem kellett. A hegyek között nehéz és közepes harckocsi nem fog jönni. Nem azért, mert nem bír fölmenni a hegyre, hanem tele van hidakkal. És ezek a hidak mint fából készültek. Hát ha rámegy egy ilyen hídra, ez azonnal leszakad alatta. Tehát csak könnyű harckocsik tudtak meg teherautók jönni. A könnyű harckocsihoz meg nem nagyon kellett csak kézigránát, meg ilyen kis picike páncéltörő ágyú, amit megint arra kellett vigyázni, hogy ne lőjék ki. Hogy ne lőjék ki, ahhoz be kellett vinni ilyen nagy bunkerbe, hogy tüzérség ne semmisítse meg. Hogy nekem mindig az utolsó pillanatban is legyen ágyunk. És kérem szépen, ezek tökéletesen működtek, ez is egy tüzérségi tüzelőállás, ez például azt mondja, hogy ami le van rajzolva, itt a aknavetőket vitték be, de azt ki is tudták hozni. Na most itt is, amit lerajzoltak, a parancsnoki harcálláspont hogyan néz ki, nekem ők segítették a legtöbbet, ez a két szovjet százados, hogy hogyan találjak és hogyan értelmezzem én ezt az Árpád vonalat. Egy biztos, ők nem mindent úgy értelmeztek, mint ők, mint én, hiszen ők egy dologból indultak ki, hogy a szovjet hadtudomány mit mond a ilyen erődítésekről, és ők folyamatosan keresték benne a Sztálin vonalat. Már hogy az milyen erős volt a Sztálin vonal, de hát valójában a Sztálin vonal nem hegyvidéken épült. A magyarok meg egy hegyvidéki erődöt építettek, és a csoda az volt ebben, hogy fantasztikusan tudták hozzáigazítani a védelmet a hegyi harchoz, tehát a hegyvidékhez, hiszen rendkívül összhangban volt. A Maginó vonal abszolút nem volt összhangban a tereppel, hiszen mindent levittek a föld alá, és ettől kezdve ők nem láttak semmit, bár őket se látták, de nem is tudtak. Meg voltak fosztva a mozgástól. És kérem szépen, a
nem azt keresem, hogy most miért foglalták el. Nem azt kutatom, hogy most Magyarország miért lépett be a háborúba, miért kellett nekünk ilyet csinálni. Az én édesapám. Az én édesapám kortársa. A nagyapáink. Olyan teljesítményt nyújtottak, olyan katonai teljesítményt, elvonatkoztatva a politikától. Mert a katona az egy hadműszaki, az egy szakma. Olyan szakmai teljesítményt nyújtottak, amit ha itthon nem is, de a Sorbonon a mai napig tanítanak. Azért erre büszkék lehetünk. Mai napig ezeket lehet látni, egyre inkább felkutatják, megnézik, várják a turistacsoportokat, és aminek a leginkább örülök, legjobban örülök, mióta megjelent a könyvem, azóta az általános iskolás tankönyvben egy egész bekezdés foglalkozik az Árpád vonalra. A középiskolás tankönyvben már fotó is van benne, amellett, hogy leírják az Árpád vonalat. És a gyerekeknek azt tanítják, hogy amire büszkéknek kell lennünk. És ettől kezdve ez a második világháború nekünk nem arról szól, és nem arról kell, hogy szóljon, hogy utolsó csatlós, német Bérenc, meg minden ilyesmi. Azt mondják a politikára. A katona a hon állampolgára. Ő csak teljesíti az állampolgári kötelességét. Nem ő a felelős. Nem ő indítja a háborút. A háborút azt a politika kezdi, a politika indítja, megvannak a politikai céljai, és ezt a katonának nincs joga vitatni. A katonának, ha azt mondják, hogy a Donnál kell megvédenie a hazát, legfeljebb csóválja a fejét, de végrehajtja a parancsot, az utasítást, amit a politika kitalált. És próbálja megoldani a feladatát. Pénz nélkül, semmi nélkül, és kérem szépen, fantasztikus ötletekre alapozva. Hát legyünk büszkék rá. Köszönöm szépen a figyelmet. Magtelevízió. Önökért vagyunk.